ki kokárdával, ki zsidó csillaggal. Már a jelképekben megjelenő megkülönböztetés is hátborzongató ezen a diákrajzon. A II. Világháborúban zajló zsidó üldözést is megrajzolták a fiatalok a tárlaton. Egy rendhagyó tárlatnak lehetünk tanulni itt a Mátészalkai zsinagógában, amely közel 80 évre tekint vissza. Visszaemlékezések, írások, dokumentumok alapján diákok alakítják ki azt a képi világot, amit a művészet nyelvén lehet csak elmondani. Hiszen nem voltak tanúi annak a kornak, amiről szó van, amiről szólnak ezek az alkotások, de a szelektív emlékezet, a szelektív tradíció, amit az utókornak kellett megteremteni, az alapján alkották meg alkotásaikat. Belső mentális kép alakul ki egy gyermekben, vagy egy olvasóban is, bármilyen hír vagy olvasott információ alapján. És ezek, amik most itt megjelennek, ezek egyrészt visszaemlékezések, holokauszt túlélőknek a visszaemlékezéseinek a megjelenítése képi formában, vagy pedig írások alapján, dokumentumok alapján. Hiszen nagyon sok feljegyzés, könyv, irodalom készült erről a vészkorszakról, és hát mementóként állít ez a kiállítás most. Az alkotásokat az Esze Tamás gimnázium diákjai készítették a Zahor Alapítvány művészeti pályázatára. A tárlat interaktív, hogy a fiatalok számára könnyebbé tegyék a megértést. Interaktív, mint ahogy a gyerekeknek van már interaktív kiállításra van szükség ahhoz, hogy tényleg be tudjuk őket vonzani. A QR kóddal tudnak kommunikálni, illetve megnézni egy interjút a túlélőkkel, és akkor ahhoz kapcsolódóan van egy gyerekrajz a molynókon. És az a legjobb, hogy nem a halálról szólnak, hanem a túlélésről, a szerencséről, arról a pici-pici nüanszokról, amivel túl lehetett élni ezt a borzalmat, akár a haláltábort, akár bármilyen más holokauszt eseményt, és tényleg arról szól, hogy hogyan lehet pozitívan hozzáállni az élethez, és azt mondom, ma ez számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek pozitívan állnak hozzá, és azt érezzék, hogy igen, a világ jó és jóvá tehetik, hisz ők lesznek az a generáció, akik majd viszik a hátukon mind a közigazgatást, mind a magát az egész országot. A vészkorszakban nagy vesztességet szenvedett el Mátészalka. Nagyon sok helyi zsidó család esett áldozatul a holokausznak. Mátészalkán jelentős zsidó lakossága volt, több mint 1500 fő volt, akik a vészkorszakban a holokauszt áldozatául estek. Mátészalka társadalmán rendkívül meghatározó emberei voltak, akik ugye a 18. században kezdenek betelepülni Károlyi Sándor betelepítése révén, majd pedig a 1800-as években újabb felső Galíciából, felső északi területekről, felvidékről érkeznek újabb betelepülők, és a város gazdaságát rendkívül módon felpörgetik. Különböző bankokat, intézményeket, gyógyszertárakat, egyebeket létesítenek. A város társadalmi, gazdasági, kulturális életében olyan rendeletet, olyan fejlődést hoznak, aminek az eredménye maga ez a zsinagóga is, amiben vagyunk. Tehát rendkívül gazdag hitélet volt, rendkívül gazdasági élet volt. Ha belegondolunk, hogy az 1900-as években helyi újság működött Mátészalkán. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy három nyomda volt, hanem azt is jelenti, hogy volt olyan szellemi kapacitás, akik ezeket az újságokat hétről hétre tele tudták írni információval, kultúrával, értékekkel. Mint elképzelhetetlen az a sok szörnyűség. Hanusi Péter Mátészalka polgármestre nyitotta meg a kiállítást. A tárlatot a városi zsinagógában tekinthetik meg az érdeklődők.